A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. A műsor támogatója a motorolajak.hu webáruház. Német olaj a legjobb áron. A műsor támogatója a New Herker webáruház. New Herker, hajhullás ellen. A műsor támogatója az autotveszek.hu. Megtaláljuk a megfelelő autót önnek, legyen az új vagy használt. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Hamarosan kezdődik a nagyon rendhagyó autós műsor. Érkeznek a vendégek, akik nem sokára rájönnek, hogy mire vállalkoztak. A stúdióban már ott van a műsorvezető, Tordai István. Ez az év is eltelt, mondtam el vidáman azt, hogy ismét öregebbek lettünk. Bizony. Üdvözletem, önök a Sportverdát, a rendkívül hosszú, ám három részből álló és igencsak rendhagyó autós műsort látják. Annak is a 2014. évi decemberi adását. Egyelőre még egyedül üldögélek itt a stúdióban, de ez hamarosan meg fog változni, ugyanis a városi taxi már begördült vendégeinkkel. Amíg ideérnek, lássuk, mi lesz ma. Befutottak a lányok a Sportverde stúdióban, Sütő Enikő és Konkoly Ági. Hogy vagytok? Köszönjük, jól. Jó, ennél jobban nem is lehetnénk. Ma lesznek visszatekintések és újdonságok egyaránt. Mit gondoltok, kezdjünk egy gokárt futammal? Kezdjünk. Kedvencem. Gyere már! Megyek. Elkezdjük nélküled. Mit? A futamot. Nyugi. Két lánya, gokárt ring színes falai között, Szászemese és Szombathelyi Szandra. Mutassátok be magatokat, avagy vegyétek le a terhet a vállamról. Párbajtőrvívó vagyok. A legjobb eredményem az világbajnok egyéni ezüstérem, kétszeres egyéni bronzérmes is vagyok, és idén megnyertem az eredeti világkupa sorozatot, aminek nagyon örülök. Ez komoly eredmény, orgia, ez nem volt jó hasonlat. Én röplabdázom, és a legjobb eredmény, amit most elértünk a válogatottal, 28 év után kikerültünk az EB-re. Gokártoztatok-e már? Én fiatalabb koromban próbáltam már. És te vagy túl öreg. Mikor? 2 évesen? 12 évesen. Uh-huh. Én még sosem gokártoztam. Az szép verseny lesz. Öltözetek be. Aztán hajrá, majd elmondom a szabályokat. Igen nagy fejetek lett, és ezt nem titkoljátok. Köszönöm. Bármit mondhattok, úgyse halljuk. Majd elmutogatjuk. Fejnehezek vagytok, ahogy szokták mondani. Mentek 5 kört. Egészen pontosan mehettek 5 kört, ha van kedvetek. Aki elsőnek beér, az tovább jut. Aki másodiknak, az nem. Lehet? Mehet. Akkor. A lányok, ahogy vidéken mondani szokták, arccal a vasútnak. Szandra meglepően gyors, ellenben Emesét hát valószínűleg nem fogják a sebesség tempomában szenté javatni. Mondhatni tapogatózós a stílusa. Andrából pedig hát... Állj meg! Előbújt a nőstény oroszlán. Hát nem tagadom, láttam már ennél izgalmasabb futamot is. Emese, hogyha azt mondom, hogy elsőre nem volt annyira rossz, akkor az megnyugtat? Hát egy kicsit, de hát azért elég csúfos vereséget szenvedtem. Ezt nem akartam kimondani, tényleg így volt. De így volt, de hát ez van, legyünk őszinték, hát
El kell ismerni a jobbat. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Nagyon jól megy egyébként. Nagyon jó, azért még messze van. Még messze. De gyorsabb volt elemesélnél. Mondjuk nála nem volt nehéz gyorsabbnak lenni. Hagyjam már abba? Gyakorlatilag kiszállt. Abba hagyom, ennyi volt a vokálténk, futamút. Mit mond? Hallgatom, tessék, igen. Gyakorlatilag kiszálltam és toltam az autót. Milyen autót? Ez gokártolt. Ez nem autó. Van 4 kereke autó. Tessék, ennyi volt már a futam. Mit gondoltok a fekete színről? Hát komoly. Sötét. Nem téli. Elegáns. Attól függ, mi nem fekete. Nem mentünk túl messzire azért. Igen, elnyeli a fény. Mehetek tovább? Persze. Hát az éjszakába? Talán. Szomorú. Mm-hmm. De igen, ugyanakkor elegáns. Tehát attól függ, mi most, hogyha egy szép, elegáns autó, ami fekete, akkor szépen a miniszterek csillog jutnak eszembe róla. Egyébként. Vagy nem? Vagy talán nem? Alszik a holdban a lány. Hideg érem az égen, föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben. Radnóti Miklós, éjszaka. A földre kárhoztatott vadászgép, de mattfekete színébe és az éjszakába burkolózva akár azt is mondhatnám, üdvözlet a halálcsillagról, azon belül is Darth Vader szobájából. OPC insignia. Hangja, mint a szarvasbika bőgése, motorja 2800 köbcenti V6 turbó, a valaha gyártott legerősebb gyári Opel, hogyha kell, akkor úgy megy, mint aki mindenkit kerget. Viszont, hogyha nem erőszakoljuk, akkor egy nagyon barátságos szedánként nehezedik rá az útra. Ezen a szakaszon maximálisan 100-zal lehet menni, mi most 50-nel botorkálunk. Figyeljenek csak! Nagy darab német barátunk már a második átdolgozott OPC insignia. Nagyon sok minden nem változott, de ami igen, az pont elég ahhoz, hogy újnak nevezzük. Egyébként meg ami jó, azt nem kell elrontani. 325 ló és 435 Nm, ára valahol 11 és 12 között, fogyasztása szintúgy. Szeretjük, az illetékeseknél javasolni fogom, hogy az OPC insignia legyen a világörökség része. A közel 5 méteres hossz és a több mint 1800 kiló ellenére 6 másodperc, mindösszesen ennyi kell neki, és 100-on áll a mutató. És mivel rettentően fekete barátunk, az úgynevezett unlimited, tehát határtalan verzió, ezért a hagyományos OPC insigniához képest az elektronikai tiltás nem 250-nél, hanem 270-nél köszön be. Egyszerűen jó benne utazni, és nincs az embernek semmilyen hiányérzete. Nagyszerű gép. Csak akkor hiányzik a nap, mikor már este van. Csak akkor hiányzik az otthon, mikor túl messze van. De most valahogy minden rendben van. Mit gondoltok, melyik a legnagyobb olasz autógyár, és annak melyik a leghíresebb modellje? Fiat. Igen. Az a legnagyobb. Na, az a legnagyobb. Tudtam? Elsőre. Tudtam. Na, elsőre. És melyik a leghíresebb modellje? Uh-huh. Azért kérdeztél vissza, mert nem tudod. Punto. Ez jutott most eszembe. Várjál, Fiat, mi van még? Kulcsár Dénes, a Duna Auto marketing vezetője, aki ma reggel elfelejtette kikötni a biztonsági övet, és a hátán maradt a Fiat 500S. Milyen motor van ebben? Az 500-est egy 0.9-es változó szerepvezérlésű, folytó szerep nélküli multi-air turbós motor hajtja. Ez nehéz volt baki nélkül elmondani.
Ez az erőforrás korábban 85 lóerős volt, most egy ráncfelvaráson esett át ez a motor, így már 105 lóerős, illetve sokkal egyenletesebb is a járása. Kifejezetten szimpatikus kis autó. Míg kiértünk ide a hajógyári szigetre, legalább 4-5 elsőbségtáblánál, anélkül, hogy nekünk lett volna elsőbségük, megadták az elsőbséget. Emberek mosolyogva néznek rá, szeretik mindenhol beengedni, úgyhogy kifejezetten pozitív érzést vált ki a környezetből. Mi a különbség a hagyományos 500-as és az 500S között? Az árlistán ez csak egy jelentéktelen betű, viszont az autó külsején ez jelentős különbségeket takar. Egyrészt a hátsó dobféket tárcsafékre cserélték, illetve kapott az autó gyakorlatilag egy spoilerhegyet. Ezen felül az 500S belseje is sokkal sportosabb, dizájnosabb lett, szinte már abartos magasságokba emelkedik, illetve ez a kivitel kapott még egy 16 incses fekete sportalú felnit. 100 nő bebocsátást vár a Paradicsomba, kijön Szentpéter. A hölgyeim, aki életében egyszer is megcsalta a férjét, az távozzon. 99 sarkon fordul és szomorúan távozik, majd utána kiabál Szentpéter. Vigyétek magatokkal a süketet is. Megfelelő autó ez szerinted a női dorbézolásra? Így van, tehát kiválóan eltaláltad a célcsoportját az 500S-nek, illetve az 500-asnak. Kifejezetten városi, fiatal szingliknek, lányoknak, fiatal hölgyeknek ajánlható ez az autó. Húzzunk bele, Dénes, tuti leértékelés van a plázákban, jó csizmák vannak, előzzük meg az implant macákat. Jó, sietünk kicsit oda. Drága ez a kocsi? Relatív, ez hogy drága-e. Az 500 induló ára az 2.9 millió, illetve ennek a modellnek, ez már egy gazdagon felszerelt modell, illetve 500-es kivitel, 4.2 millió. Korábban ugye ez a motor 85 lóerőt tudott teljesíteni, most ez mennyi? Ez 105 lett, ugye is teszteljük. Nem egy erőgép, viszont a gyorsulás ennek a kis kasznak köszönhetően sokkal erőteljesebbnek tűnik annál, mint a valóság. Úgy örök itt, mint egy nyugdíjas feleség, már csak a dajer hiányzik. Lepjetek meg és mondjatok nekem amerikai sportkocsikat. Úristen. Vagy mondjatok egyet. Plymouth. Jézusom, te ilyeneket tudsz? A sportkocsi? Hát az egy gyár volt, igen, márka. De volt egy olyan gép is, nem? A jármű. Nem? Plymouth. Hát a gyár, ami gyártott gépeket. Ja. Láttam a gyárat, amivel közlekedtek. Sport amerikai Pontiac Firebird. Jézusom, Enikő. Jó majd? Jó. Nagyon. Figyelj, Ági. Kezdek fejlődni. Mert... Nem tudom. De én nem ismerek semmit mondani. Mert... Mondj egy angol szót, tuti van egy olyan autógyár, hogy mondjuk... Én nem tudok, tényleg. Kor... Corvette. Corvette C4. Rettentően gyors, lapos kúszás, alkarszőrzett borzoló buzsikával kísérve. 5,6 alatt van 100-on, pedig már elmúlt 20 éves. Állítólag 248 km/h a végsebessége. Én elhiszem. V8. A Corvette negyedik kiadása 1984-ben váltotta fel a híres C3-ast, amit volt szerencsénk kipróbálni, és azt mondják, hogy a C4-es a korabeli, hát egyszerű amerikai sportautókkal szemben a kor összes vívmányát fel tudta mutatni. Ez így volt? Abszolút így volt. Corvette C3, azaz a Stingray Corvette, az egy gyönyörű autó, ez viszont egy nagyon jó autó. Ez egy teljesen átalakított karosszériáját tekintve, belső teret tekintve, motorja, váltója, meghajtás, futóművek, ez egy abszolút új koncepció. Példának okáért az utastérben több mint 30 gomb, illetve kapcsoló szerepel, illetve működteti a különféle funkciókat. Ti javarészt inkább idősebb angol autókat hoztok vissza az életbe. Se nem angol, se nem öreg annyira. Mit keres itt? Mert nagyon aranyos autó. És nagyon lógott füle farka,
mint minden műanyag autó, hát ez egy műanyag karosszériás autó, minden ez zörgött, el volt törve, borzalmas volt a kárpitozása, a szőnyegezése, tehát minden, de alapvetően egy marha jó autó. És ez kár lett volna igazából veszni hagyni. Azt hiszem, valahol itt kezdődik a férfias autó. Egészen pontosan 3 méterrel előttem, és valahol másfél méterrel mögöttem ér véget. 1953-ban jelent meg először, és már a 7. generáció dorbézol az utakon. A 3. generációs Corvette, amit korábban volt szerencsém kipróbálni, az 20 évvel volt idősebb ennél, és ezt hát érezni is. A C4-es egy picivel kifinomultabb, már amennyire egy texasi tömegverekedés kifinomult tud lenni. A gyorsítás az gyorsítás, a padlógáz az padlógáz, a kormányzás pedig hát picike holdacskákat rajzol az ingünkre, avagy beleizzadunk. De hát ez ilyen. Úgy élj, hogyha lepereg előtted az életed filmje, legyen benne sör, meg Corvette. Mit gondoltok, hány darab szerencsétlen szarvasmarha adja az életét egy luxusautó bőr belsőjéért? Most ebben nem nyilatkoznék, mert talpig bőrben vagyok. Műbőrben vagy. Ja, ez műbőr? Hát akkor nyilatkozom. Jó. Sok. Legalább 4-5. Szerintem több. 8-10. 15-20. Hát miért nem jó a műbőr ugyanúgy, ahogy ruhában pontosan úgy néz ki? Miért nem lehet a bőrt feljavítani? Összesen hány fázisból áll? Mi? A felújítása a bőrnek. Nem. 7-8 fázison megy keresztül a bőr. De mire vége lesz a bőrülés? Na jó, ezt felvesszük újra, mehet. Mit mondjak? Az ülés, a bőr, a fázis. Igen, kezdünk egy kicsit átcsapni a... Várj, mit mondjak akkor? Hány ezer liter Szalacsi Sándor? Az ülés, vagy mit mondjak? Aki fogkrémmel kenegeti az ülést, az Patai Tamás. Aki nézi, az pedig Kovács Roland. Hát az állatok, leginkább a szarvasmarhák minden éjjel imád fognak mondani, értetek, úgy látom. Mit csináltok? Most a repedéseket töltjük ki folyékony bőrrel. Ez folyékony bőr? Ez folyékony bőr, igen. A Viki föl fog neked tenni egy szakmai kérdést, amire lehetőleg válaszolni fog. Válaszol. Köszönjük, Viki. Mi folyik itt? Hát fölteszel egy szakmai kérdést, nem? Mi, ahogy én ő nekik? Ez egy olyan anyag, ami kitölt a repedéseket, és együtt mozog a bőr, együtt lélegzik. A festésig 8 fázison megy keresztül a bőr, ha jól tudom. Igen. Jó lett volna, ha nem tudom jól, mert akkor most tudtál volna valamit költni. Most hol tartasz? Most a 6. fázisnál tartok. Egy Neutra nevezett anyagot kerek a felületre, ami kitölti a hajszelepedéseket. Ezután jön még egy Grundin nevezetű anyag, ami egy tapadást a felületre, és utána jön a festés. Egy lakréteg, úgymond egy fedőréteg, ami és akkor itt látjuk, áll. Ugye ez teljesen készen van most már. Azért óriási a különbség, igen, szemmel láthatóan is. De egy fontos kérdés az, hogy mennyibe kerül egy ilyen bőrfestés, mondjuk egy komplett autó? Hát például itt van egy nagy luxus kategóriájú autó, ez természetesen minden autónál egyedi árakat adunk, de ez egy olyan 80 ezer forint környéke. Az egész festéssel mindennel? Hát állapottól. Ez teljesen korrekt egyébként, és abszolút kifizethető, nem? Mit gondolsz? Hát fiúk, hogyha a szarvasmarhának lesz temploma, akkor ott valószínűleg szentté fognak benneteket avatni, nem? De, abszolút. Én preferálom ezt a dolgot.
ne menjenek messzire, mert mindjárt jövünk a majdnem harmadik részsel, de mint ez az első rész volt, tehát mindjárt jövünk a második résszel. Visszatértünk a Sportvárda stúdióban, Sütő Enikő, Konko Jági, én Tordai István vagyok. Idén is egész évben volt Csodavárda rovatunk. Helyes. Az év utolsó adása sem múlhat el anélkül. A Csodavárda rovat küldetése ugye, hogy hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek szerzünk egy élménynapot, vélemény. Zseniális, remélem megtartjátok jövőre is ezt a szokásotokat. Lesz jövőre azon is? Vagyunk. A Csodaverda támogatója az Árkád Ősvezértere bevásárlóközpont. Nyissunk egy poénnal. Feleség a férjének hosszú házasság után, drágám, be kell vallanom valamit, én színvak vagyok. Nem baj, édesem, én sem szegedi vagyok, hanem szenegáli. No one could do it but the Lord of above. He took all the pieces and he made you with love. I guess that's why you look so swell. Ez a szép nagy autó az új, harmadik kiadású Nissan X-Trail, amely az előző kettőre egy kicsit sem, ellenben a nagyon sikeres Qashqai-ra annál inkább hasonlít. Megalkotásakor állítólag az volt a tervezők célja, hogy létrehozzanak egy stílusos, fejlett technológiával megáldott, nagy családi autót. Szerintem sikerült, vagy nem? De! 1.6-os dízelmotor 130 lóerővel és olyan 6 literes fogyasztással. Szerintem tök jó, vagy nem? De! De. Hobbi telepjárónk ma abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Csodaverda szerepkörben tetszeleghet. Már ha végre ideérsz. Hát itt is vagyok. Anikó, Krisztián és Gábor. Gábor, érted, gyűltünk ma itt össze. Mi a helyzet? Semmi. Az első rátam, hogy ülsz nekünk. Igen, földobjuk a napodat, adunk neked ajándékot, jó? Parancsolj, Gábor. Sportszélés. És csomag. Best Bite küldött neked. Felhallgatót. Kék. Egy vitaminvíz gyerekeknek. Tessék. Köszönöm. Én is hoztam neked ajándékot. Most a kis jegyzet fizetett, tudod? Gábor, tetszik a kocsi? Igen. Mi tetszik benne? A kereke, az ajtója. Az ablaka, az antennája. Mégpedig? A lámpájai. Igen. Színe? Az is. Szép tiszta. Az én mostan meg reggel. Az a gond, hogy itt egy kicsit köszös. Hol? Krisztiánom, azt tudni kell, hogy nagyszerű sportriporter, ám gyalázatos sofőr, ugye? Pontosan így. És mit kell csinálnom? Fordulni. Tervezem. Csepke utcai nevelő otthonban él még két testvérjével. Van nekünk egy egyéves kis testvére, aki a hajlék nélkül élő szüleivel van. Ők majd csak akkor mennek vissza a családhoz, hogyha megfelelő anyagi biztonságot tudnak nyújtani, meg van a családi háttér. De egyébként egy nagyon kedves kisfiú, igazi kisfiú, hídépítő akar lenni. Hídépítő? Vagy focista. Krisztián nem tud vezetni, és ezt nem titkolja. Jó volt? Hát, annyira nem éreztem. Aha, valami csúszkál. Az autón kívül. Jó, nem itt kellett volna jönnöm. Vagy igen?
Gábor, mondj valamit. Azt, hogy nagyon jó volt, megkimentünk majdnem a falnak. A vízfalnak gondoltad, ugye? Önbizalom, növelés? Hát neki? Nem. Mr. Ice kibírta. Én most vezettem először automataváltós autót, úgyhogy inkább tapasztalatszerzésnek mondanám, annak mindenképp jó volt. No, tehát akkor mindenki boldog, mindenki vidám. Szerintem búcsúzzunk el háromra, álljunk össze, és azt fogjuk mondani, hogy ennyi volt már a Gábor Csodaverda napja, jó? 1, 2, 3. Ennyi volt már a Gábor Csodaverda napja. Gábor, te nem mondtál semmit. A Csodaverdát támogatta az Árkád Budapest. A következő angol sportautót Konkoly Ágnes fogja felkonferálni. Angol sportautó? Ne idegesíts! Ahogy a mondás tarja, mindig tekints előre, és sose bánkódj azon, ami elmúlt. Hát én néha azért szívesen nézek vissza is, és bizony bánom, hogy az MG nevezettő angol sportkocsi gyártó annak idején beadta a kulcsot. Varvasovszky János és egy klasszikus roadster. Pontosan mi ez? Ez egy MG TD 1949-ből. Most úgy krúzolunk, nem? Most krúzolunk, kérem szépen. Mint két fickós bakmacska soroksáron pásztázzuk a terepet. 1250 köbcenti, 55 lóerő, és 87 Nm, hát nem olyan számok, amitől az ember lefehéredik és lerágja a körmeit. De tekintve, hogy az autó súlya 876 kg, hát elég jó. Ha jól tudom, olyan 130-nál van a végsebessége. Viszont 130-at tudott ez a kicsi autó. És annak idején ezt versenyzésre is használták. Bizonyám, azért az merész dolog. Van valami a fejed tetején. Haj? Az már nincs, hanem itt tényleg itt van valami. Úgy, most már lejött, igen. MG azt jelenti Morris Garages, magyarul Morris Garázsok. Hova tűnt a cég? Nem én voltam. Ez bonyolult kérdés. 1924-ben alapították ezt a céget, majd ez a fajta cég, tehát ez az MG cég 1965-ben halálozott el. Majd megvették, újra alakult. A lényeg az, hogy 2000-ben alakult újjá a Rover Gruppal, majd 2004-ben kínaiak szálltak be. Egy ilyen MG annak idején nem volt annyira drága, ugye 1949-ben. Ez kb. 4 millió forint értékű autó volt. Most? Most sokkal drágább. Most egy olyan, egy ilyen állapotú, tehát egy szép állapotú autó, ez ilyen 10 millió forint körül itt. A fordulatszámmérő működik, olajnyomása tökéletes, vízhőmérséklet tökéletes, töltés tökéletes. Megtaláltam a második fokozatot is. Szép a világ. Halleluja. Egész nap forgattam, de valahogy most olyan nyugodt minden. Velem szemben a világ összes szakértelme, avagy napszemle következik. Tessék. Enikő szakértsünk. Na, én kezdjem. Kezdte. Hát köszi István, hogy megtiszteltél a Veterán Garázs című lappal, és ezen belül egy veterán autót látok. Ez egy sárga Zsiguli, akkor nagy menő kocsinak számított egyébként. Hát nehéz róla ezt elképzelni. Na, látod, hogy menő. Itt is nagyon jó szöveg van, azt mondja, elhittük róla, hogy éppen elég nagy, éppen elég gyors, éppen elég kényelmes. Nálam van egy sportautó című magazin, és ebbe pedig találtam egy Lamborghinit. Kicsit akadozunk. Ez egy kicsit jobb, mint a Zsiguli Lamborghini.
igen. És kék, mert az valamitől nekem piros. Ne, ne menjünk bele, hogy kék. Tehát Ági talált egy Lamborghinit, ezt halljuk már. Ennyi. Üdes tova. Két perce. Ne menjünk bele, azt mondja, csak nem, nézzük, nem, csorgassuk nem. A nyálunkat. Tehát kék színű, igen, az a különlegessége, hogy nem csak benzinnel megy, hanem van benne hibrid motor. Na végre. Korszerű. Lamborghini Asterion. Asterion, nem úgy igen. néz ki, mint a régi Lamborghinik, és ez hibrid. Igen. Mit jelent a hibrid? Hogy fogyasz. Megy vízzel is. Vízzel, jaj, jó, levegővel, igen, akkumulátor. Tehát, hogy, vízzel, meg levegővel. Sípa, dobol, nádi, hegedűvel, hát, hogy ilyennek is. Kéne lenni nem. Minden autónak, hibridnek. A hibrid, de hibrid nem azt jelenti, hogy, hogy, víz. Hogy a nem. működéshez szükséges de, energiát hibrid az különböző energiaforrásokból nyeri, na, nem benzinből. Alternatív autó. Nem feltöltik. Na, tök jó, igen, igen, de akkor mivel megy? Vízzel. Nem. Árammal, villanyjal. Pontosan, és azon kívül. És benzinnel. Na végre. Ez mi István, amit a kezembe adtál? Ez egy század eleji deszkapályás versenymotornak a mása. Én ebben a, mi ez, lóerő? Lóerőben találtam egy Aston Martin. Hát, te mindig ezeket a jó autókat. Te kapod a zsigulit, meg a század eleji biciklit. Aston Martin, igen. Igen, ez illik hozzád egyébként. Tényleg? Hát, nagyon nagy. 5 méter hosszú limuzin, 5 ajtós, fekete, komoly. Mi fekete? Hát ez, ez itt, ez vagy ilyen grafit szürke, hát vagy mi? Vagy olyan zöldes fekete. Rossz a kép szerintem. Szerintem fekete. Kanapéról a trónra, Lewis Hamilton. Jó, mondtam a nevét. Persze. Vagy Louise. Ez a kedvenc téma. A forma. Figyelj, de vagy David Hamiltont ismerek, aki egy fotós volt, vagy a Lewis Strauss-t ismerem, ami ide van írva, ez egyik sem az. Vagy pedig a Louis Mindegy, egy Armstrong. Forma 1-es pilóta, mondjuk azt. Louis Armstrongot. Sokszor 4 munkahelyen dolgozott az apja, igen. Nagyon szegény családból származtak, nagyon erősen hitt a fiában. És hát kétszeres világbajnok lett. Ennyi volt már a lapszemle. Enikő, emlékszel arra az autóra, amelynek csillagos égbolt volt a tetőkárpitjában? Aha, emlékszem. De hogyha kérdezed, hogy milyen típusú autó volt, Opel Insignia? Az Opel Adam, vagy Edem, egy mondhatni nőies, városi, kicsike divatautó, ami kisebb, mint a Korza, pedig az se nagy. Az utastér szabta határoknak tökéletes példája, hogy korábban beültünk a Ród zenekarral, azaz öten, és hát nem volt őszinte a mosoly. Konklúzió, aki vesz egy Adamot, az ne ültessen bele egy rockbandát, ha csak nem szeret feszengeni. Ellenben egy vagy két személynek tökéletes választás, mint ahogyan arra rávilágítottunk Sütő Enikővel. Te, és ez én. A csillagos ég a fejem felett? Hát a csillagos ég ez a fejem felett. Ez teljesen jó. Ez nagyon tetszik. Az én szívemnek való. Aha, ez nőc is. Két személynek kényelmes, nem? De, két személynek kényelmes, jó. Egy trendi nőhöz, mint amilyen Enikő, szerintem tökéletesen passzol az Adam, de más színben, például feketében magamnak is el tudnám képzelni. Bár én nagyjából annyira vagyok trendi, mint egy tengeri uborka. Motorja 1400 köbcenti, 101 ló, 130 Nm. A divat autó nagy víványa, hogy 60 ezer félét lehet belőle kihozni az anyagok színek felni kombinációjával. Egyébként az ára 3 millió felett indul, és 5 millióig kell zsebben nyúlnia annak, aki csillagos égbolt alatt akar utazni, akkor is, ha éppen csillagos égbolt nincsen. A vezetési élményt tekintve olyan feszes, életszerű kisautós. És ez azért van, mert az Adam egy kisautó. A hossza egy picivel több mint 4 méter, a súlya 1100 kg fölött van,
A 100 lóerő az elég rendesen takarítja az Ádámot A pontból B-be, a fogyasztása pedig 6 és 7 liter között valahol. Na milyen? Jó. Jó. Szeretitek a pókokat? Van amelyik jó fej? Pók nem. Ja, Istenem, nagyon, István. Nagyon-nagyon nem szeretem. Erre melyik, most ki mondja, hogy igen? Melyik nő szereti a pókokat? Mit tudom? De a férfiak se szeretik szerintem. Szerintem se. Félnek tőlük. De miért ez most ebben a műsorban? Ez miért kérdés? A híres pók, Hajdú Robi a Hajdú Offroad-tól és Papp László a Somogy-Bobodai Offroad Fesztivál képviseletében. Mitől pók? Képességeit nézve lett pók, rákészült az autó az első próbaúton. Próbálgattuk, hogy megy Rézsűbe, fölfelé, lefelé, rájöttünk, hogy pont úgy mászik, mint egy pók. Korábban volt itt az elején a tartó, látszik egy műanyag pók, ezt a kisfiamtól kaptam, csak már elvesztettük. Először a fejét, aztán az egész testét is. Speciális autókat építetek, hoztam egy ajándékot, ami lehet, hogy jól fog jönni. Nano Energizer motorolaj adalék, bele kell önteni a motorolajba, és akkor a picike egyenetlenségeket, karcokat a henger falon, ami keletkezik, azokat eltünteti, vagy eltömíti. Kerámiás. Arra figyelj, a két LED világít, ha balra tekered, balra megy a hátulja. Ne tekerjük sem erre szerintem egy nyitásnak, olyan, korán, hogy elveznék valami nagyon elvetemült patakon most. Addál egy picit tempót, könnyebben beállnak. Ja? Megy ezek jól gyorsabban. Figyelj, hogyha fejjel lefelé akarsz volna beszélgetni, akkor megnyomom a gázt, de nekem mindegy. 1.9-es PDTDI Volkswagen motor, ugye? TDI, csak TDI. Az alja TDI. Az olyan 90 lóerő körül van elvileg, hát nem? Hát ez egy kicsivel több. Ez mennyi? Hát ez olyan 200 körül van. 200 ló? Igen. És hány kiló az autó? 1003. Hát akkor ez rohadtul megy. Hát próbáld ki. Hát nem az enyém, tehát nekem mindegy. Somogy-Bobodai Offroad Fesztiválon gondolom ez lesz a csúcsmodell. Mindenképpen a csúcsok között lesz, de azért egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a Somogy-Bobodai Fesztiválnak, hogy Európa legnagyobb és legkomolyabb versenyzői eljönnek, és itt lehetősége van a magyar mezőnynek megmérettetni, és hát bizony fogunk még látni ilyen és hasonló nagy dögöket. Nyilván a Robi azért nagyon meg van építve, tehát azért északi országokból, Skandináviából, vagy éppen az olaszoktól is fognak jönni hasonló pókok, amik el azért meg kell küzdeni Robinak. Ha fölmegyünk egy ilyen tökösebb emelkedőre, jó? Hát ez a tököstől messze van, de jó. Menjünk. Ügyes vagy. Aha, de most le kéne innen menni. Igen. Le ne boruljunk. Le tud borulni? Tessék? Le tud borulni? Evel a tempóval nem hiszem. De megkaszkoljon. De le tud. Azt a mindenit, gyerekek. Majd itt menjünk el balra, itt a két gólya között le. De hogy megyek le, az hát nagyon meredek. Hát ott a pick-up-okkal szoktak lemenni azért, hogy csak le ja, tudsz menni. Jó. Nem vagyok én hozzá, nem látom az elejét. Pontos elejét látom, aztán látom, hol megy. Lefele minden lemegy. Aha, nyomom a féket. Nem kell, engedd el a féket. Ne fékezd meg. Ez pók. Így. Nem erőltetted meg magad. Hát és fél éves kisfiam többet szokott vele menni. Jó, kivéled neked az autódat. Aztán utána fölborulunk, akkor meg az a baj. Nem, ez talpra esik. Láttam már pókot fején állva? Az is igaz. Visszamászik. Na Laci, mit szólsz, lenne esélyem a Somogy-Bobodai versenyeken? Hát, lesz sörívó verseny is. Vicces vagy. És őszinte. Tessék. Nem menjenek sehova. Ne menjenek sehova, most ez vicc, István, és a rúzsom is leesett. Ugye, az telefonod is megy, minek ide rúg? Elköszönni. Köszönjél. Szóval. Mi szóval? Ne menjenek sehova. Maradjanak itt. Hát hamarosan jövünk vissza a harmadik résszel.
Újra itt vagyunk a Sportmedve stúdióban, Sütő Enikő, Konko Jági, én Tordai István vagyok, fel fognak lázadni a gépek, és most nem csak a kisebb kenyérpirítókra gondolok. Hanem a markoló például. Kék. Húha, az veszélyes lesz. Ja, és ezt beüzenték neked az interneten keresztül, vagy honnan tudod? Ti nem tudjátok? Nem. Nem. Mi nem? A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Most kezdem igazán megérteni, hogy már nincs messze az az idő, amikor az autók vezetni fognak helyettünk. Ülök, nézelődök, és a Grand Cherokee, ahogy a nagy csirke, szinte mindent megcsinál helyettem. Vagyunk mi, jelen esetben egy stáb, akik az autóban ülünk, és rajtunk kívül, minden kívül. Odakint történnek a dolgok, de ezt mi csak szemléljük, semmit nem érzünk belőle. Az ember megalkotta a gépet, tökéletesítette, és most elvárja tőle, hogy szolgálja. De egy napon a gépek öntudatra ébrednek, és mi emberek rájövünk, hogy Schwarzenegger valójában egy gép, a nagy csirke pedig nem jó fej, hanem egy T1-es Terminátor, és ránk vadászik. Bennünket végünk. A csirketerminátor hatalmas, ám rettentően gyors. Próbálok kapcsolatot létesíteni a lázadók központjával. Központ, mit tehetünk? Ha észrevesz, végetek. A csirketerminátor hatalmas. Közel 5 méter a hossza, 2,5 tonna a súlya, és mégis nagyon gyors. ...82 alatt futja a 100-at, és képes 200 km per óra fölé menni. Fémszíve nagyon erős, 3000 köbcentis V6-os dízel, 250 lóerő és 570 Nm nyomaték. Miért beszélsz ilyen sejtelmesen? Ja, nem tudom. Ti nem vagytok normálisak. Nincs végzet, csak ha bevégzed. Csirketerminátor? Mi ez a hülyeség? Na, menjünk, mert dolgunk van. És milyen jó dolgunk van. Felhívtam a Fiat Magyarország kommunikációs igazgatóját, Barta Barbarát, hogy mennünk kell a Balaton felvidékre forgatni. Nincs-e valami strapabíró verdája az utazáshoz? Erre Barbara, Grand Cherokee, mire én, mi? Itt vagyunk a csodálatos Balaton felvidéken. Forgattunk ezt a Bitang AMG Mercit, most visszavisszük, aztán indulunk haza hőn szeretett nagy csirkénkkel. Mondanám, hogy ez is megvan, még sincs este, de hát este van, még hozzá már nagyon. De a Grand Cherokee még mindig jó autó. Grand Cherokee, a nagy csirke. Egy kis angol-magyar keverékkel. The Big Tick. Szereti a tika megyet. Hárman szeretünk mi egyet. Ez már a legalja. A rovat támogatója a Szelénia motorolajok forgalmazója. Szelénia az olasz autók motorolaja. Ági, korábban lencsevégre kaptuk autódat, ahogyan a naturvas éppen megmossa. És gyönyörű lett, csillog-villog, én nagyon örülök neki. Hogy ilyen autó? Ez a párom autója, és kölcsön szokta adni, néha. A rovat támogatója az Opel Magyarország garancia partnere, a Car Garanti. Car Garanti az új és használt autó garancia szakértője. Idén is volt szerviz rovatunk, sok-sok vidámsággal, Leventével, mi egyéb.
Többek között felújítottunk egy kis korzát, amit aztán megnyert egy lány, nem tudom, emlékszel Ágnes? Hogy nem emlékeznék, azzal a kis korzával jártam hónapokig. Vettünk egy korzát. Ezt. Szép, nem? Még nem. Legalább jó? Az lesz. Hogy mi lesz a sorsa, azt még nem árulhatom el. De egy biztos. Megvettük, átnézzük, felújítjuk. Levente szerepelt a Csillagok háborújában. Ő volt az erő. Teljesen jó az autó, imádom. Nem fog a fék ennyi. Műszakilag mit vettél észre? Semmit. Miért azért vagyok itt, hogy észre kell vennem, amit... Na jó, elmondom, hogy nagyon hangos volt az autó, mert a kipufogójával lehet valami, nem? Levente gyors és magabiztos. Azért nem szerepelt a Titanicban, mert mindenkit kimentett volna. A kemény férfi arcáról, mint amilyen Levente is, nem lehet leolvasni az érzelmeket. Lássuk! A vidám. A szomorú. És végül a parti arc. Régóta ismerjük már Leventét. Annyira mégsem ismerjük, ki ő valójában. Mit tudunk Leventéről? Imádják a nők. Nagyszerű táncos. Sűrűn bevág az alsógatyája. A felület az, amelyik a vászon, amire meg kell álmodni azt, hogy hogyan nézen ki ez az autó. Ez jól néz ki. Ó, ez nagyon, ez a citromos. Hát ez egy tehéntölgye. Jaj, ez nagyon vicces. Igen, az a szőrös láb, az kegyetlen. Ez tetszik. A mai nap azért jöttünk össze, hogy bejelentsük majd azt, hogy kinek a pályaműve nyert, és a nyertes azon kívül, hogy a dicsőség az övé, ezt a felújított autót is megkapja, tehát ez az övé lesz. Nincs autóm, egyedülre még jogosítványom sincs, úgyhogy ez egy nagyon nagy motivációt jelent arra, hogy megtanuljak vezetni, és hát nyilván nagyon-nagyon fogom szeretni, főleg így, hogy az én dizájnom került rá, így egy nagyon személyes dolog lesz ez nekem. A rovat támogatója az Opel Magyarország garancia partnere, a Car Garanti. Car Garanti az új és használt autó garancia szakértője. Tetszenek nektek a Skodák, mondjuk az Octavia RS, szerintem az elég pofás. Igen, újabban a Skoda nem olyan, mint régen volt. Tudod, régen melyik az Octavia RS? Nem, de látom. De jó, hogy fehér és nem kék, mert mi tudjuk a kék RS. Kulcsár DNS, a Duna Auto Marketing vezetője és az Octavia RS. Elég az A84 lóerő a rendőrök boldogságához? Elég, bőven. Főleg, hogy ők 220 lóerős, 2000-es TSI motorokkal felszerelt Octavia RS-eket használnak. És hogyha még ez sem volna elég, akkor azok még egy kis chip tuningot is kaptak. Ebben 2000-es CRTDI motor kapott helyet, viszont ez a 350 Nm-es TSI motorral szemben 380 leadására képes. Dubajban a rendőrök Ferrari-kkal és Lamborghini-kkel járnak, jegyzem meg, ott hasonló autókat is üldöznek velük. Itt Magyarországon szerintem a lázadó Suzuki-k elkapására bőven elég egy ilyen kocsi. Ne értsenek félre, megy, mint aki mindenkit kerget, csak éppen nem szupersportkocsi. Sportosabb lett az első lökhárító, 17-től 19 incses
kifejezetten RS-re tervezett alufelniket lehet az autóhoz kapni, malomkő méretű tárcsafékek, nagyon láthatjuk a küszöbb spoilereket, illetve a futómű is sokkal sportosabb lett, 2 centivel leültették az autót, és a keresztlengőkaros megoldás helyett a jóval igényesebb multilink futóművet választották a tervezők, illetve hátul is változásokat láthatunk, például ezt a kifejezetten dekoratív dupla króm kipufogó véget kapta meg az RS. Háromféle módban vezethető. Pontosan mi változik olyankor, mikor átkapcsolod egyikből a másikba? Középkonzolon tudjuk beállítani, van normál, sport és eco, most épp normál fokozatban megyünk, váltunk sportra, érezhetően megkeményedik a futómű is, illetve több vagy nagyobb teljesítmény leadására lesz képes az autó. Érdekes autó, az Octavia a biztosra menő vásárlók autója szerintem. Azt kapjuk, amit látunk, egy fenntartható, elérhető, jó nagy családi limuzint. Apa, cégvezető, taxis, nyugdíjas, mindenki a látókörében, és hogyha ezek közül valaki néha meg szeretne örülni, nos, hát amit az keres, az nem más, mint az Octavia RS. A jége rímelt, de szerintem elég gyatra volt, nem? Ja, Tinoli Lantok, büszke lenne rá. Köszönöm. Ez igen. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. József Attila. Mennyi szépség, ugye? És mégis milyen brutális. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szelíten, s nézik, nézik a csillagok. Most valahogy úgy érzem, amit teszek, nem teszek, hanem történik velem. Iszonyatosan gyorsan megy, de valahogy mégsem. Mercedes E63 AMG S, tehát a legbrutálisabb. Micsoda hang! 5500 köbcenti V8 biturbó. Szinte szikrázik a fogai között minden egyes szó. És közben olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy az földi halandó talán fel sem tudja fogni. 3,6 másodperces 100-ra gyorsulása közben. Hát egy picit reménytelennek érezzük magunkat. De közben ezernyi szemmel figyel ránk és véd. Levadászom ezt a Suzuki-t, nem érdekel. A boldog nyugdíjas éveket elhagyjuk. Sokat láttam már, de ez nagyon furcsa. Majdnem úgy gyorsul, mint egy Ferrari vagy egy Lamborghini, de közben nem akarja ránk szabadítani a világ összes problémáját. Nagyon durva, és mégsem az. Apa autója nem sportautó, de mégis az. Érdekes kettősség. A jéghideg profi és a bohókás élet. Úgy érzem, velem van a világűr összes magánya, és benne a föld összes életvidámsága, ha értik. Összkerékhajtásunk van, ami nem véletlen, hiszen ha nem így lenne, több hátsó gumit fogyasztana, mint benzint. Az utastér sportos ugyan, de még mindig családbarát. Ki gondolná ezekről a kényelmes ülésekről, hogy képesek alattomosan hátba vágni az embert? Pedig de, valamit valamiért. Az AMG betű 3-as a Mercedes sportos modelljeit jelöli. 5500 köbcenti biturbo V8. Az AMG-nél minden egyes motort szigorúan egyetlen egy ember rakhat csak össze, aki esetünkben nem más, mint Henrik Austen. Gratulálunk, Henrik, és köszönjük! Sportfékek, sportfutómű, mindenünk van, ami ahhoz kell, hogy meg tudjunk birkózni a közel 600 lóerővel. Összességében nagyon jól néz ki ez a hatalmas limuzin,
De ki gondolná, hogy ez a kocsi fel tudja venni a versenyt Porsche-kkal? De tudják mit? Talán pont ettől olyan érdekes. Jaj! De nagyon megértem a felkelni. Ha nem akarjuk felidegesíteni, nagyjából annyira veszélyes, mint egy megkövült csiga. Persze, hogyha apa fiatal lányokat lát az út szélén bóklászni, és fel akarja magára hívni a figyelmet. Nagy gáz, szemdülledés, nyakrándulás, ami majd később fáj, férfias hang, azaz 585 lóerő és 800, még egyszer mondom, 800 Nm-es nyomaték. Hát ez hihetetlen. Gyorsabb, mint az Audi R8. És közben 10 litert fogyaszt. Már nem ilyenkor, tehát ebben a padlógázas időszakban jóval többet. Na mindegy. Furcsa. És durva. De mégsem az. Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni. Tette fel a kérdést Kosztolányi, és a válaszom itt és most, igen. Hát ez az év is eltelt. Jó volt itt? Nagyon. Én mindig szeretek jönni ide. Kaptatok ajándékokat? Igen, mi is kaptunk Jézuskától. Nem tőlem, ez mindig nagyon jó. Nagyon, köszönjük szépen. Köszönjük annyira. A mosolygós illatosító. Te is kaptál? Én is kaptam. És, most, és ez a vitaminvíz, ami tele támogatom. Van nagyon. C, B vitaminnal, mindenféle vitaminnal. És 14 kalória csak. Tényleg? Mert stíviával van, nem cukorra. Cukormentes. Ugye? Az az egészséges cukor, a köszönjük stívia. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy ebben az évben is kibírtak bennünket. A Sportverda stáb nevében kívánok minden kedves nézőnknek kellemes ünnepeket és eredményes új évet. Valószínűleg ugyanezt fogják kívánni a lányok is, de hallgassuk meg őket. Hogy osztjuk be? Így van. Hát... áldott ünnepeket. Békés karácsony mindenkinek. Stay by my side until morning is nigh. A műsor támogatója a Lumár autóüvegfóliák és a Grafifrap autóbevonó fóliák forgalmazója. A műsor támogatója az Isuzu D-Max forgalmazója. Isuzu. Japán. Munka. Erő. A műsor támogatója a motoralajak.hu webáruház. Német olaj a legjobb áron. A műsor támogatója a New Herker webáruház. New Herker, hajhullás ellen. A műsor támogatója az autotveszek.hu. Megtaláljuk a megfelelő autót önnek, legyen az új vagy használt.